Köszöntöm a szubjektív nézőit, mai vendégünk Tóth Tibor, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola igazgatója. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az intézmény 55. fennállás évét ünnepli, az elmúlt napokban tartottak ünnepséget is. Mit mondhatunk el erről az iskoláról, a megalakulásáról, hogyan jött létre, mi hívta életre ezt az iskolát? Én is köszöntöm a nézőket. Tehát röviden az iskolánk a története, tehát a II. Világháború után a topolyai térségben fejlődések indult a mezőgazdaság, és szükség volt olyan szakemberekre, akik ezt az ágazatot fel tudják lendíteni, tovább tudják vinni valamilyen módon, és akkor itt a község vezetősége úgy döntött, hogy megalakít egy ilyen mezőgazdasági iskolaközpontot, amit sikerült is beindítani 1961-ben. Na most az épület átadása az 1962-ben volt, viszont mi az iskolanapot 61. november 28-ától számítjuk, tehát azért van ez a nap kitűzve az iskolanapként, mivel hogy abban az időben, mikor megalakult az iskolaközpont, akkor felvette a Petőfi Brigád nevet, ugye a Petőfi Brigád emlékére, ugye ez a Petőfi Brigád 44-ben, november 28-án indult el a háborúba, és akkor ez az az emléknap, amit mi aztán most azóta minden évben megünnepelünk. Tehát az idén volt az 55. évfordulónk. Abban az időben, mikor az iskola létrejött, akkor még csak két szak volt képviselve, tehát az általános szak és egy állattenyésztési szak, és ahogy múltak az évek, szükség volt mind a nagyobb számú szakemberre is, meg más szakokra is, úgyhogy manapság már ez jóval felülmúlta azt a kezdeti fázist, tehát sokkal több szak van képviseltetve, és nagyobb számú tanuló is. Most pillanatnyilag napjainkban 26 tagozaton dolgozunk, olyan 570 tanulóval. A jelen pillanatban képviselt szakjaink, azok a mezőgazdasági technikus, állategészségi technikus, élelmiszeripari technikus, ezek 4 éves szakok, és vannak 3 éves szakjaink is, ez a megzőgépkezelő és szerelő, hentes, pék, virágtermesztő és élelmiszertermelő szak. Természetesen ettől volt nagyobb számú szakunk is, meg tagozatunk is, sajnos az utóbbi években csökkent a diákok létszáma, és a minisztérium pár év lezajlása alatt 3-4 szakot is megvont tőlünk. Én remélem, hogy ez a tendenció nem folytatódik, és a meglévő szakok, valamint az osztály létszáma továbbiakban meg fog maradni az iskolánkban. Milyen területekről érkeznek a diákok? Honnan érkeznek? Tehát azt lehet mondani, hogy Közép-Bácska, Észak-Bácska nagy részét, tehát ezt a vajdasági régiónak az északi részét, közép részét lefedjük, mivel hogy a vajdaság területén főleg csak a mi és a kanizsai iskolában folyik magyar nyelven a tanítás, ami a mezőgazdasági szakokat illeti. Körülbelül 60-70 helyiségből jönnek hozzánk a diákok. A mezőgazdasági iskola a topolyai köztudottan a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektet, és tangazdasága is van. Ezt egy picit, ha bemutatnánk. Hát igen, a törvények szerint a mezőgazdasági iskoláknak kellene, hogy rendelkezzenek 80 vagy az feletti hektár nagyságú termőfölddel. A mi iskolánk olyan 110 hektáros területtel rendelkezik. Törekszünk évről évre valamilyen módon fejleszteni a tangazdaságunkat, a gyakorlati oktatásnak a nagyobb részét a diákok itt meg tudják valósítani. Tehát itt képviseltetve van, hogy úgy mondjam, a szántóföldi növényektől kezdve a fóliaházakon, gyümölcsösökön, szőlősökön keresztül a jószágtenyésztés is, tehát itten gondolok főleg a sertés, szarvasmarha juhtenyésztésre, van lovunk is, tehát nagyjából azt kellett mondani, hogy a diákok nagy részt itten meg tudják valósítani a gyakorlati oktatást. Amit pedig itt nem tudnak megvalósítani, azt viszont a környező vállalatokkal együttműködve oldjuk meg, tehát a diákjainkat el szoktuk vinni
vállalatokba, különböző gyárakba, ahol azokat a dolgokat, amit mi nem tudunk itt megmutatni, ott meg tudják nézni, sőt részt is tudnak venni a kivitelezésben. Na most, ami a tangazdaságot illeti, az utolsó néhány évben, meg már régebbről is, tehát azon törekszünk, hogy mindig valamilyen módon kísérjük ezeket a technikai, technológiai újításokat, főleg itt gondolok a felszerelésnek a felújítására. Tehát nagy segítséget nyújtottak főleg a külföldi pályázatok, itt elsősorban Bethlen Gábor alapítványra gondolunk, ahol például tavaly volt a külhoni szakképzés éve, ahol a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével sikerült egy nagyobb összeget kapnunk, és ebből fel tudtunk két tanműhelyet szerelni, ez mellett még egy jelentős értékű felszerelést is tudtunk a tangazdaságra, tehát itt gondolok erőgépre, traktorra és különböző felszerelésre a gépészeknek a tanműhelyébe, amit ebből tudtunk vásárolni. Tehát egy pékséget tudtunk beindítani, és az általegészségügyi technikusoknak egy modern felszerelt tanműhelyet. Ez mert a Bethlen Gábor Alapítvány mellett természetesen a hazai létesítmények is besegítenek az iskola működésébe, fejlesztésébe. Elsősorban gondolok itt a tartományi oktatási titkárságra, ahol szintén például a napokban kaptunk 5 darab új gépet, amit fel tudunk használni a gyakorlatoktatás megvalósítására, és természetesen a gyakorlatoktatás mellett a meglévő földterületeknek a megművelésére is. Ez mert ugye természetesen az oktatásügyi titkárság évi szinten segít bennünket, tehát viszonylag 2-3-4 évre, tehát minden évben valamilyen módon, valamekkora eszközzel, valamekkora nagyságú eszközökkel hozzájárul az oktatás modernizálásához, tehát itt sikerült már különböző komputereket, projektorokat, táblákat, fűkaszát, fűnyírógépet, ágaprítógépeket, tehát ami szükséges ugye az oktatás, a gyakorlati oktatás lebonyolításához is beszerezni. Az oktatásügyi titkárság mellett szintén az utolsó 2-3 évben jó együttműködést tudtunk megvalósítani a tartományi mezőgazdasági titkársággal is, ahol szintén jelentős eszközöket bocsátottak rendelkezésünkre, és ebből is fel tudtuk újítani, modernizálni a tangazdaságon a felszerelést, tehát itt elsősorban kaptunk egy modern talajvizsgáló berendezést, műszert, egy fóliaház konstrukciót, szintén műszereket, ami szükséges a fóliaházban, a talaj nedvesség kivizsgálásra, a tápanyag adagolás, hogy úgy mondjam, precizírozására. Utána az idén folyamatban szintén itt egy pályázat, ahol remélem az év végéig meg is kapjuk az eszközöket a szarvasmarha tartásnál a berendezésnek a korszerűsítésére is, egy korszerű öntözőrendszernek a beszerzésére fogunk eszközöket kapni, tehát a szerződést már alá is írtuk, tehát várjuk, hogy átutalják a pénz eszközöket. Szintén folyamatban egy pályázatunk a Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve, ahol külföldi alapítványtól a jövő folyamán, én gondolom, sikerül eszközöket megvalósítani felnőtt képzésre, és ez mellett az oktatásban, tehát a tanulóknak és a tanároknak az oktatás színvonalának a javítására, vagyis különböző képzéseknek a megvalósítására, tehát azok a diákok, akik még azon felül, amit a rendszeres oktatásban elsajátítanak, azon felül még tartunk külön ilyen aktivitásokat, műhelyeket, ahol még ezt a tudásokat fejleszteni tudják. Tehát itt konkrétan pályáztunk különleges péksütemények készítésére, ez mellett a felnőtt képzést, amit már említettem, tehát a tanáraink és a topai szakszolgálat együttműködéssel fogunk megvalósítani, és a vállalkozás tantárgyból a vállalkozási ismeretek bővítésére, vállalkozások megvalósítására fogunk egy tanfolyamot beindítani a diákjainknak.
Milyen a kapcsolat a helyi cégekkel, illetve intézményekkel, azok, akik munkát tudnának kínálni a diákoknak? Tehát igyekszünk évről évre az együttműködő cégekkel a kapcsolatot fenntartani, kibővíteni, tehát új cégeket bevonni az együttműködésbe. Tehát azt kell mondanom, hogy elég sikeresen együttműködünk a cégekkel, tehát amit már az előbb is említettem, hogy a gyakorlati oktatásnak egy részét a diákjaink ezekben a cégekben valósítják meg. Ez mert a cégekkel szerződéseket kötünk, írunk alá, ahol biztosítják az utóbbi néhány évben már ösztöndíjat is, tehát munkáját is biztosítanak a diákjainknak, tehát itt gondolok mezőgazdasági vállalatokra elsősorban, utána az élelmiszeres diákoknak, tehát itt pékségek, hentes üzletek, sőt üzletláncokkal is, vagy ebben az idén a Róda Mega Markettal kötöttünk egy szerződést, vagyis most az új nevén IDEA, ahol fogadják a diákjainkat, és ők is hajlandóak ösztöndíjazni az odajáró tanulókat, tehát ami azt jelenti, hogy utána a szerződéssel egy összhangban, tehát egy vagy több évig is tudja ott folytatni utána a munkáját a tanuló. Említett, hogy igazából komplett termelés folyik a tangazdaságon is, illetve az iskolában. Mi történik ezekkel az elkészült termékekkel, illetve azokkal, amit megvalósítanak az iskolában? Tehát ami a termesztést illeti, tehát itt elsősorban a hangsúly a diákoknak a tanításán van, tehát azon, hogy megtanítjuk őket, hogyan kell valamilyen módon az egyes ágazatokban, tehát itt gondolok úgy a növénytermesztés, a gyümölcsészet, szőlészet, állattenyésztés, konyhakertészetben ezeket a dolgokat előállítani, megtermeszteni, tenyészteni, hogyha jószágokról van szó. Tehát ez az elsődleges hangsúly, másodlagos hangsúly pedig ugye a profitnak a megvalósítása, mert ugye valamilyen módon nekünk ezt a 100-110 hektár föld, tehát egy tangazdaságot fent is kell tartanunk, tehát erre már külön eszközöket nem kapunk, tehát saját gazdálkodásunk profitjából kell fenntartani, tehát itt úgy gondolok a nyersanyagra, vetőmag, üzemanyag, gépek karbantartása, felújítása, tehát ezt mind saját eszközökből kell, hogy fedezzük. Tehát ezek a megvalósított eszközök ide fordulnak vissza. Egyrészt a diákoknak is valamilyen módon a diákok életkörülményeit az iskolában próbáljuk javítani, tehát oda is, arra is fektetünk bizonyos részt ebből a befolyt összegből. Tehát itt elsősorban ugye a nagy részt a szántóföldi növénytermesztésnek a termékei, tehát azok az alapvető kultúrák, mint kukorica, búza, napraforgó, szója, ezek vannak részt, ezek vesznek részt a vetésforgóban, és akkor ezeket a termékeket egy részét eladjuk, egy részét pedig felhasználjuk, mint a kormányt a jószág állomány élelmezésében, és természetesen itt akkor ugye amit említettem, tehát vannak hízó sertéseink, utána tenyészjószágokat is szoktunk előállítani, tehát itt akkor tangazdaság vezetője ezzel foglalkozik, tehát szelektálásra is itt ugye törkönyvezett jószágokról van szó, amiket utána értékesítünk. Ez mellett ugye van tejtermelésünk, tehát a szarmasmarha tenyésztésben és hízomarha eladásra is foglalkozunk, úgy szintén a juhoknál, ugye a bárányoknak az eladásával. A gyümölcsészetben, szőlészetben ott szintén, tehát ott nincs olyan nagy terület, de végül is, ami fölösleg, tehát amit mi nem használunk el, azt valamilyen módon a környező vállalatokban, boltokban értékesítjük, tehát úgy gondolok itt főleg a konyhakertészetnek a termékeire, tehát paradicsom, paprika, uborka, zöldségek, amit a fólias hátrakban előállítunk, tehát ezt főleg a környező boltokban értékesítjük. A mezőgazdasági iskola egy nagyon szép helyszínen található Topolyán, a tópartján. Milyen lehetőségeket biztosít maga a lokáció ezáltal a diákoknak? Tehát, hogy említetted, kint vagyunk a tóparton, egy szép környezetben, tehát egy festői környezet, fákkal, a tó is ott van közel, tehát egy nagyon szép
képet kap az, aki oda jön hozzánk, tehát itt főleg ugye gondolok tavasztól őszig, még a levélhullás meg nem történik. Tehát itt lehetőség van az iskola mellett szórakozásra is, tehát kint a tóparton a május-júniusi hónapokban, ha jó az idő, akkor diákjaink ott tornaórákat is ott szokták megtartani, tehát van egy ilyen, hogy úgy mondjam, rekreációs pálya, ahol szintén lehet a tornaórákat megtartani, lehet csónakázni, lehet horgászni, lehet úszni, tehát sok mindenféle tevékenységet lehet folytatni, futni lehet kint a friss levegőn, természetes környezetben. Az 55. évfordulót hogyan ünnepelték meg? Tehát éppen most a minap volt ez az ünnepség. Tehát az iskolában különböző aktivitások megszervezésére került sor. Itt elsősorban ugye, amit már éveken keresztül szoktunk alkalmazni, az a diák-tanár szerepcsere. Tehát ugye itten a diákok egy kis időre átveszik a tanároktól a szerepet, és ők aznap ők tartsák az órákat, tanítást. Ez mellett kiírtunk irodalmi és rajzpályázatokat, tehát a téma mi iskolánk, tehát hogyan látják a diákok az iskolai életet az iskolában a különböző dolgokat. Tehát ezekre lehet egy jelentkezés, elég szép számban is jelentkeztek a diákjaink. Utána megszerveztünk tanár-diák futball vetélkedőt, tehát itt is valamilyen módon a diákok és a tanárok közötti kapcsolatnak a mélyítésről van szó, tehát egy kicsit, hogy ellazuljanak, kicsit jól érezzék magukat. És ami újdonság az idén, talán most először szerveztük meg, és remélem ezentúl sikerül minden évben, ami szintén nagy érdeklődést váltott ki a diákok körében, az a vállalkozási ismeretekből egy vállalkozási versenynek a megszervezése, ahol ugye az iskola szinten a végzős diákok vettek részt, csapatokat állítottunk össze, viszont nem azonos osztályokból, hanem összekevertük az osztályokat, tehát az is egy, hogy úgy mondjam, jellemző ez ilyen versenyeknek, tehát itt, hogy tudják a diákok ezt a csapatszellemet kialakítani, hogy tudnak együttműködni, tehát ennek az a lényege is, ugye természetesen valamilyen módon egy kicsit érintsük ezeket a vállalkozási ismereteket is, hogy hogyan sajátították el, még valójában ők most az év közepe felé tartunk, tehát még teljes mértékben ez a tantárgy nem futott le, és még minden tudást nem is vettek át, nem is sajátottak el, de viszont valamilyen módon rámutatunk, és tehát ez a tantárgy néhány éve került be az iskola terve, ahol az a cél, hogy a diákok egy bizonyos mértékben felkészítjük arra az életre, ami kint vár őket az iskola befejeztével. Ugye tudjuk, hogy most manapság már a vállalatok nagyobb része privát kézben van, tehát magánvállalkozások alakulnak, és ennek szellemében igyekszünk a vállalkozási ismeretekkel ösztön a diákjainkat is úgy irányítani, hogy ezek a célok, ezek az ismeretek felé irányuljanak, tehát hogy ilyen tapasztalatokat adjunk át nekik. Természetesen ilyen versenyekre is szoktunk járni, minden évben megszervezésekkel Újvidéken egy ilyen vállalkozással kapcsolatos verseny, ahol eddig 3-4-szer volt megszervezésre, a diákok mindig ott az első vagy második csapatban voltak, tehát erre is nagyon büszkék vagyunk. A verseny megszervezésében vagy szponzorálásában meg kell, hogy említsem az Észak-Bácskai Pedagógus Egyesületet, akik az ajándékoknak a szponzorálásában segítettek, tehát itt Denegre Ibolya elnökasszonnyal az élen, aki szintén benne is volt a bírálóbizottságban, és még ugye a helyi önkormányzatból a helyi termelők és vállalkozók elnökei, illetve titkári vettek részt. Egy nagyon szép verseny alakult ki, és a diákok is jól érezték magukat, tehát főleg, hogy még értékes nyelményeket is tudtak magukénak, és remélem, hogy ez a verseny hagyományá fog alakulni, és évről évre
nagyobb számban fognak részt venni benne a diákjaink. Köszönöm szépen a beszélgetést Tóth Tibornak, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola igazgatójának. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt mára a Szubjektív. További jó időtöltést, jó televíziózást kívánunk!